Sziasztok! Újabb kis videó. Méghozzá most egy Makita gépről fog szólni. Egy Makita EA3201-esről. Ez a gép már volt nálam párszor. Egyszer ugye kellett cserélni, vagy hát gond volt a berántóval. Azt ugye az kapott újat. Belsejét, kötéltárcsát. Aztán volt nálam láncdekni problémával, ugye ez a gyors feszítős, vagy a szerszám nélküli láncdekni van rajta. Ez ami rajta volt eredetileg, az meghalt. Jó, azt kellett cserélni, illetve egy láncot, meg egy vezetőt kapott újat. Na most elhozták megint, hogy nem akar menni, meg nem pörög ki, meg stb. Ilyen szedegettem. Megnéztem, mi lehet a hiba. Első hiba az volt, hogy ugye nem is akart leállni. Itt van ez a kis lemez. Ez van felfogatva. Ez ugye hát hasonló, mint a Steeleknek, ugye ez a 4-1-ben kapcsoló. Ez is ott van alatta, és akkor ugye teljesen fel van tolva a kar, gyújtás kapcsolókar, akkor hozzáér a kábel, és akkor megáll. Mert ez olyan szinten el volt hajolva, hogy ezt úgy egyengedtem már ki. Mert ez valahogy így állt, és fölötte jött el, tehát hozzá se ért semmihez. De ezt vissza egyengedtem már. Valamint szimmering probléma, meg membrán. Ez ilyen fasza, mint a chips. Úgyhogy lett hozzá rendelve egy szimmering, meg egy membrán szett. Ezeket fogom benne kicserélni. Ugye itt a karburátor. Az a karburátor van rajta. Én ebből már kikapdostam a membránokat. Ugye rendeltem hozzá, akkor lássam benne mégis, hogy milyen. A többi alkatrész az már el van takarítgatva. Úgyhogy ezeket fogom belerakni. Utána megnézzük, hogy ha elkészül összeállt, hogy hogyan fog működni. Igazából amint gyanús nekem, mint a karburátoron, ez az, hogy két csavaros, az egyik ez a speckó kulcsos, a másik meg viszont egy ilyen lapos csavarhúzós. Olyan, mint a 20-karna 136-nak a karburátorján van, meg a kínai, meg akármi. A másik az viszont már egy ilyen speckó kulcsos a hátcsavar. Mert nem tudom. Valamint lehet fogok hozzá keresni, ha van itthon, bontottam ilyen karburátornak a teteje. Mert az alapjárat csavar az úgy be volt ott a helye neki, úgy be volt tekerve, hogy ott meg is nyomta. Majd leszedem, megnézem. Már csak így vettem észre, amikor már összeraktam. Leszedem, megnézem, hogy mekkora kárt okozott az ott benne. Nem akar fókuszálni. De most meg. Eléggé megnyomtott. És akkor találok hozzá ilyen fedlapot, akkor ezt viszont cserélni fogom. Többi minden itt van kiterítve szépen. És akkor kezdek azzal, hogy akkor elkezdem összerakni. Én szokás szerint akkor ilyen képkockákba fogjátok látni, hogyan fog ez összeállni az a kis masina. A végén meg ugye elindítjuk, és jöjjön az összerakás.
Nos, látok, elkészült a Makita. Üzemképesre, pöcre findul. Volt valami probléma, mert ugyanis a karburátor szórakozott, gyorsító dugattyún kellett cserélni, és a gyorsító fúvókának van egy dugattyúja a karburátorba, azt kiszedtem, azon kell cserélni, van egy gumigyűrű rajta, azt kicseréltem, és akkor megoldódott a probléma, mert ugyanúgy dűzett a karburátor, simmering és membrán szett csere után is, összes benzincső ki van cserélve, a simmeringek, membránszett, és utána se akart jó lenni, mert ment egy darabig 1-2 percig normálisan, utána viszont felpörgött, gázadásra lefulladt, de most már teljesen jól működik, sikerült megoldani a problémát, mindjárt sokkal ráteszi a kamerát, úgyis itt a gépet darabokba, majd és akkor beindítom. Picit lerakom. Készül a videó, közben a kínai, mi az, démon? Mi az, Flinke. Szóval tökéletesen működik, jöhet érte a gazdája. Annyi van a kis videó, köszönöm, hogy végignéztétek, sziasztok!